Egy ehhez hasonló baltával próbálta elijeszteni az udvarára jogtalanul belépő két férfit az idős tengerici áldozat. A korábban már többször is büntetett elkövetőket viszont nem rémítette meg az éles eszköz. Rátámadtak az áldozatukra, dulakodni kezdtek, majd egyikőjük kicsavarta a kezéből a baltát. A másik támadó elkezdben a férfi nadrágjának farzsabébe nyúlt, ahonnan 210 ezer forintot vett ki. A sértett végül hanyatt esett, a támadók pedig egyszerűen elsétáltak a helyszínről. A két rablót könnyen elfogták a rendőrök, a bíróságon most döntöttek arról, hogy letartóztatják őket. Azért rendelte el a bíróság a letartóztatást, mivel megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén megpróbálnak a bizonyítási eljárást be, ö, ö, veszélyeztetni, azáltal, hogy összebeszélnének, vagy amíg ki nem hallgatott tanukat megpróbálnak befolyásolni. A bíró szerint az is félő lett volna, ha szabadlábon hagyja az erőszakos rablókat, hogy megpróbálták volna megfélelmíteni az áldozatukat a vallomáson megváltoztatása érdekében, vagy újra rátámadhattak volna. Mindkettőjük vonatkozásában fennáll a bűnismétlés veszélye is, mivel a sértettel fennálló viszonyukra tekintettel alappal lehet tartani attól, hogy a sértett sérelmére újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követnének el. A két férfi akár 12 év börtönbüntetést is kaphat fejenként, ha a bíró végül bűnösnek mondja ki őket.